Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a magyar parlament által decemberben elfogadott úgynevezett szuverenitásvédelmi törvény miatt. A testület alaposan megvizsgálta a jogszabályt és arra jutott, hogy annak egyes rendelkezései ellentétesek az uniós joggal. A bizottság szerint a demokrácia elve, a magánélethez való jog, a személyes adatok védelme, a véleménynyilvánítás, az információ és az egyesülés szabadsága, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog is csorbul a törvény miatt. Magyarországnak 2 hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a bizottság szerdán kiadott felszólító levelére. Ez a levél az első lépés a kötelezettségszegési eljárásban, amely az Európai Bíróság előtti perhez és végső soron akár pénzbírsághoz is vezethet. Szerda délután Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár úgy reagált az eljárás elindítására, hogy Brüsszel és a dollár baloldal gazdái azért támadják a törvényt, mert annak célja, hogy megakadályozza a külföldi befolyásszerzést a Soros-féle guruló dollárokon keresztül.